Dávidnak beraktuk a cipőjét a szárítógépbe. Hát, nem akarja megszárítani. Ha ma elsőnek a GPS-ben nem a borbét ütöd be, akkor még rád is átférne. Yeah. Na én is elmegyek, hello. Két gólyafészek van a fejünkön, úgyhogy irány a borbély. És végre! Én már több-több napja kértem a srácokat, hogy menjünk el fodrászhoz, úgyhogy itt vagyunk, lenyiratjuk a hajunkat, 3 hétre jöttünk, úgyhogy együtt ülünk be fodrászhoz, lesz amilyen lesz, de nagyon ránk fér, úgyhogy ennél csak jobb lehet. Hát, ne hidd! Hello! Hát, srácok, szerintem jó lesz. Szerintem ez pöpec lesz. Ha már ennyire beöltöznek, akkor biztos. Akkor muszáj, hogy jó legyen. Okay. I would like on the side, here and there, short, really short, like 0 or 1 millimeter. Okay, so like real, real short? Real short, yes. And here on the top, just a little bit. Only the top. Yeah, just trim off a little bit. Yeah, just a little bit, yes. It's perfect. Okay. Square the back, round, anything? Is blend it in? Blend in? Yeah? It's up to you. Mit kell az? Nem tudom. Azért mondtam, hogy én rábízom. Jó, de szerintem, figyelj, borbé, srácok, borbé, fiúk mindig borbéhoz járnak, és teljesen más, hogy vág, szerintem egy borbé, mint egy fodrász, aztán kövezzetek meg, ha nem, nem mondom, hogy a fodrászok rosszul vágnak, de én mindig borbéhoz járok, mert ők tudják igazán, hogy mi az, ami férfias, mi az, ami jó egy fiúnak, úgyhogy... Nos, hát ez sokkal jobb így. Nagyon profi volt egyébként az illető, úgyhogy ez jól sikerült. Csak hogy lássátok, srácok, mutatom nektek valamit. Amint láthatjátok, nem a legpuccosabb fodrász ez, ahol vagyunk. Most nyilván nem a WC-ből kell ezt megítélni, de... Ez a bizonyíték arra, hogy egy totál random mellékutcában vagyunk, egy totál kis random helyen, és annyira jó hajat vágtak, hogy az otthoni fodrászom Laci is nagyon jó hajat vág, de úgy látszik, hogy konkurenciája lesz. Úgyhogy ez egy nagyon jó döntés volt. Viccen kívül nekem rég volt ilyen jó írásom, úgyhogy... És nagyon értett hozzá a bácsi, úgyhogy nagyon ügyes volt. A mai napot egyébként a belvárosban fogjuk tölteni. A Fusion-t elhoztam? Mai napot a belvárosban fogjuk tölteni. Na, ott még nem voltunk, megnézzük a toronyházakat, hogyha vannak. És hát nyilván vannak, csak hogy... Na, értitek? És ha minden jól megy, akkor a nap lementét a Hollywood feliratnál fogjuk majd végignézni, ha minden jól megy. Ha nem, akkor... Magad? Mindig bekötöm magam. Ha nem, akkor hát a válaszautó. Az egész városban rettentő sok nyilvános parkoló van, szóval nem úgy megy, mint otthon, hogy a járda mentén lehet parkolni, van olyan opció is, de inkább az a jellemző, hogy vannak kialakítva parkolók, ahol mondjuk 5-10 dollárért egész napra otthagyhatod az autódat. Ez egy nagyon szép autó. Nagyon sok mindent felismerettek a GTA-ból, viszont van itt egy épület, ami nagyon jellegzetes. Hát az valahol odébb van. És az is itt van fel. Hát Los Angelesnek a belvárosa itt a magas házak környékén nem igazán úgy nem látványos, nincsen kimondott látványosság. Viszont nagyon elhangulatos szerintem, így csak császkálni egy kicsit a városban. Viszont most Dávid keresett egy épületet, aminek a tetején van egy helikopter leszálló. Megpróbálunk oda felmenni, több mint valószínűleg nem fog sikerülni, de egy próbát megér. They have, I can't even get up there because they have a locked gate. Huh.
Hát ez most sajnos nem jött össze. Anno, amikor Bennyvel Tájföldön voltunk, akkor valahogy meg tudtuk oldani ezt az egész tetőre kimászós dolgot, ez most nem sikerült. A Maze Bank küldetés elbukott. Meg hogy az nem is az az épület. Iszunk egy gyors kávét, és utána elmegyünk a Hollywood felirathoz, ahol a naplementét fogjuk tölteni. Hát a belváros az úgy, ennyi. Van egy szép park, vannak nagyon magas épületek, de nincs konkrét olyan dolog, amit most érdemes lenne megnézni. És inkább eltöltünk egy szép naplementét a feliratnál. Úgyhogy ilyen. Srácok, Bennyt meg kell, hogy dicsérjük, sokat vezet, és mindig jó helyre hoz minket. Ugyanis, hogyha... Jó, ügyes vagy. Ugyanis, hogyha kiszállunk a kocsiból, és nem tesszük tönkre az ajtót, és megfordulunk, akkor... Hol van? Nem vagyok, vak vagyok. Nem tudom, valahogy itt van mögöttem, most nem látom kamerába. Ott a Hollywood felirat. Felértünk a felirathoz, itt fogjuk még eltölteni a naplementét. Talán az első alkalom a héten, hogy időben odaértünk valahova. Nagyon látványos, itt drónozni abszolút nem lehet, mert kerítés van, meg ki van írva, hogy ellopják szinte a drónt. Igazából ez pont olyan, mint amire számítottam. Nem nagyobb, nem kisebb, hangulatos, szép. Szerintem ez volt az első sikeres nap lemente missionünk. Úgyhogy most visszamegyünk a szállásra, és vacsorázunk. Jogos, a Golden Gate-nél is jó volt. Hello. Az előző vágóképeknél láthatátok egyébként, hogy ki volt írva, hogy ez fokozottan tűzveszélyes hely, és abszolút tilos a dohányzás, mindenféle tűzgyújtása, és hát nyilván, hogy egész nap ezt az egész domboldal süti a nap, és ki van száradva, ki van száradva az egész, úgyhogy erre nagyon-nagyon figyelnek, illetve rettenetesen sok helikopter köröz itt, úgyhogy esélyt, eléggé... rendet tartanak. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a vlogot, semmit nem aludtam, mert tegnap a klíma miatt egy picit megfáztam, szóval ma tuti, hogy végig az ágyban leszek és pihenek. Találkozunk a holnapi videóban, köszi szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkó, és ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, köszi még egyszer, sziasztok!